Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. A következő műsorban egy rádiós kollégát mutatok be önöknek név szerint, és hangalapján bizonyára nem kell bemutatni, hiszen Székesfehérváron is dolgozott 8 éven át most országos rádióban hallható. De hogy hogy lett belőle rádiós, és hogy miért lehet ennyire szeretni ezt a műfajt, ez már kiderül vendégünk Klamancsák Krisztiántól, akit nagy szeretettel köszöntök a televízió stúdiójában. Szia Csilla, köszönöm szépen a meghívást. Kicsit más ez a közeg, érzed? Igen, televízióban nem terveztem, hogy valaha dolgozom, de aztán egyszer-kétszer mégiscsak sikerült. Igen, ez lett volna az első kérdésem, mielőtt a múltba visszavándorolunk, hogy, hogy miért pont a rádió a te Területed. Nem tudom, mindig egy izgalmas területnek tartottam, mert hogy olyan szép hangú bácsik meg nénik beszéltek benne, amikor én kisfiú voltam, és én ilyen szép hangú bácsi szerettem volna lenni. Majd mondd meg, hogy sikerült-e, vagy nem. <laughs> vagy nem sikerült. Sokan Ezt azt nézünk, mondják, sikerült. Ilyen. De azért itt rögtön a beszélgetés elején azt hagyd tegyem hozzá, hogy vannak adottságai az embernek az életében, mindenkinek, nőknek és férfiaknak is, de senki sem születik Isten adta tehetségnek. Tehát iszonyú munka Eljutni egy bizonyos szintre, hangban, retorikában, kommunikációban. Tehát sosincs semmi ingyen. Rögtön így az elején ezt így, hogy elvegyem mindenki kedvét a szakmától. <laughs> iszonyatos mennyiségű tanulás és munka van ebben, hogy, hogy valaki egyáltalán valahova eljusson. A beszélgetés végére terveztem ezt a témát, de ha már így benne akkor vagyunk, akkor, akkor már most legyünk benne, mert nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Ugye annak idején 30. 35 évvel ezelőtt, amikor kezdtünk rádiózni, ugye az volt a cél, hogy a szép beszéd, hogy ebből tanulni lehessen. Most az nagyon megváltozott. Nem akarok idézni műsorvezetőktől, teljesen más stílusok vannak. Mi erről a véleményed? Hát változik a világ, és változnak a stílusok. Nem ezzel van a baj. A tudás alapú társadalom soha ne szűnjön meg. Meg az, hogy a tanult, művelt emberek diktálják az iramot, és ne valamiféle alulról jövő... E mert arra nem, van kereslet. Nem tudom ezt szépen mondani. Igen, a, a, a simább út az mindig jobban járható. Az egyszerűség, a a, a nem túl bonyolultság, és, és, és ezért mondom, hogy megint visszakanyarodnék ahhoz, hogy azért akik föltaláltak valamit az életben, amiért mondjuk később Nobel-díjat kaptak, vagy egy olyan találmányuk volt, ami megváltoztatta az egész világot, amögött iszonyú tudás és iszonyú mennyiségű tanulás van. És én nem, nem szeretem azt, amikor kevés ö, tehetséggel, kevés tudással ér el valaki úgy eredményeket, hogy... Épp ezért bizonyára tőled is gyakran megkérdezik, hogy a gyerek rádiós, vagy te televíziós szeretne lenni, hova menjen, milyen iskolába, mit szoktál javasolni, mit csináljon? E, nagyon divatosak a médiaiskolák már több mint tíz éve, megkockáztatom húsz éve, de nem feltétlenül egy médiaiskolában lehet ezt a dolgot megtanulni. Legyen belőle jó közgazdász, legyen belőle jó e, tanár, vagy tanítói diploma, vagy tehát gyakorlatilag bármit csinálhat az életében. Én azt gondolom, hogyha konkrétan televíziózással vagy rádiózással szeretne foglalkozni, akkor a, a kommunikáció, a világlátás, az olvasottság, a, tájékozá, a tájékozottság, és így tovább, és így tovább, ezek az elengedhetetlen dolgok. Mellette bármilyen diplomád lehet, tehát nem feltétlenül csak médiaszakos diplomával lehet médiásnak lenni. Bár itt lehet, hogy egy picit most ellent mondok magamnak, mert ugye egy orvos az orvosi diplomával lesz orvos, és így tovább, és így tovább. És ugye szokták mondani, hogy Sebészetre csak úgy nem lehet bemenni, miközben a médiába meg azért elég sok ember bemegy, mert ő úgy gondolja, hogy ez ért de ez megint egy messzebbre vezető beszélgetés, hogy akkor most végezzünk szakirányú tevékenységet, vagy ne végezzünk szakirányú tevékenységet. Kiváló rádiósok és televíziósok dolgoztak akkor is, amikor nem volt kommunikációs szak, egyébként én is a bölcsész szakot szoktam javasolni elsősorban, aztán utána jöhet a kommunikáció. De térjünk hát vissza akkor a pályafutásodra, itt az ideje, hogy visszatérjünk a gyerekkorba, egyáltalán hogy találkoztál először azzal, hogy szól a rádió, tehát hogy, hogy maradt ez benned ilyen nyom, hogy rádió mindig az akartál lenni? Rádiós szakember. Nem tudom, ez egy ilyen szerelem volt, sok minden érdekelt, mint szerintem minden normális gyereket, sok minden érdekel az életében. Szerettem volna építészmérnök lenni, aztán amikor sok volt a 70-es években az ilyen amerikai autós üldözős film, akkor rájöttem, hogy én nyomozó leszek, mert hogy az milyen jó, hogy a vörös villogót kiteszik a tetőre, és kipattannak a nem tudom milyen autókból, és elfogják a gonosz bácsikat, meg néniket. Aztán anyukám fölhívta a figyelmet az életrejtelmeire, hogy ez csak egy film, és a való élet az nem így van, meg hát, hogy aztán halványom, mikor az ember cseperedik, rájön, hogy még a rendszer sem olyan, mint amit az amerikai filmekben lát. És aztán valahol 13 éves korom körül a fél család mindig a nyugati megyékben tartózkodott, tehát ez a Vas megye, Győrmoson, Sopron megye, és akkor ez a Győr-Szombathely vonal volt, amit rendszeresen lehetett látogatni, már csak a rokonok miatt is. És amit Fél Székesfehérvár is hallgatott itt a 80-as években, az Ődráj, az osztrákoknak a harmadik műsora, ami már akkor könnyű zenét játszott, már a 60-as évektől ott volt egy ilyen hullám, hogy legyen az osztrákok harmadik műsora. és csak azért mondom, ugye párhuzam, hogy a magyar rádiónak is volt, meg van harmadik műsora, később ezt Bartók rádiónak nevezték, de az osztrákok megtartották ezt harmadik műsornak, és az Ődráj játszott mindig könnyű zenét. És a sok-sok könnyű zene között, amit ugye ottani nyugati URH-val rendelkező rádiókon lehet fogni, mert hogy még az is fogalom volt a 80-as években, hogy keleti URH és nyugati URH. Nyugati URH-s vevő készülékeken lehetett hallgatni az osztrákoknak a harmadik műsorát. És ott nem csak, hogy az aktuális modern popzenement, ment, hanem még egy amerikai slágerlistát is adtak szombaton, ha jól emlékszem, akkor 7-től 10-ig. Na ott azt hiszem, hogy ott dölt el az én sorsom, mert ott meghallottam a Casey beszélni, és én eldöntöttem, hogy én ilyen jó szeretnék lenni, mint ő. Ah, megint nem tudom rá a választ, hogy sikerült ennyi évtized után, de legalább törekedtem rá, hogy én ilyen műsorokat szeretnék csinálni, és ilyen, ö, ö, nagyjából ilyen közegben szeretnék dolgozni. Tehát tulajdonképpen a zene indított el a rádió felé, pedig elindíthatott volna mondjuk 80-as években már akár a DJ munka felé, a DJ munka felé Hát akkor felé azért is. még nagyon fiatal voltam, azért kiskorúként az ember még annyira nem lesz DJ legfeljebb, csak ilyen. You, tanonsz, de igen, egyik hozta a másikat, mert akkor már miért ne zenéjen az ember itt is, meg ott is, meg amott is, de hát mindig a rádió volt a legnagyobb szerelem. És azt hiszem, hogy bár én nem szeretem ezt a szót, hogy szerencse, de mégis azt mondom, hogy nagyon nagy szerencsém volt, ugyanis 1990-ben megváltozott a rendszer Magyarországon. És noha 1994-ig még nem voltak helyi kereskedelmi rádiók, vagy egyáltalán a kereskedelmi rádiózás fogalma nem honosodott meg, de mégis elindult valami, hogy egyáltalán mindig kerestek ifjú embereket, akik dolgoztak volna itt és ott és amott. És hát aztán jött egy kis Petőfi rádió, jött egy kis Danubius rádió, jött egy kis Juventus rádió. Egyére ne is szaladj el előre, hiszen itt két nevet szeretnék mondani, és akkor ami eszedbe jut róluk, Bétot László és Komjáti György. Igen, hát így kezdődött, hogy oda lehetett bejutni, vagy oda kellett volna bejutni, hogyha az ember egyáltalán labdába szeretett volna rugni. A, én a Bétot Lacival ugye most együtt dolgozom minden héten, de én előtte 1987-ben nyertem nála amatőr lemezlovas versenyt, ez azt jelenti, hogy bejutottam az első kilencbe. Nem tudom ennek a jelentőségét már mai észre elmondani, hogy ez, ez mekkora dolog. Tehát ha most te meg én nyernénk egy lottó ötöst sem hasonlítható ehhez, ami akkor 1987-ben 15 évesen történik az emberrel, és a poptarisznyában sorolta azokat a neveket, akik az első kilencbe bekerültek. Ott, ott, már éreztem, hogy lesz ebből valami, ugye, mert hogy különben nem ütnél meg ilyen szinteket, és aztán mégis három évig nem történt semmi, mert a Laci úgy különösebben nem foglalkozott emberekkel, a komjáti meg érdekes módon mindig keresett magának embereket, és én végül is a komjáti mellé kerültem be kezdőműsorvezetőként. És akkor még nem tudtam, hogy mennyire nagy a mély víz, mert hogy ő rögtön különböző műsorait kezdte el velem vezettetni. Ami tulajdonképpen hatalmas nagy egyéniségről árulkodik, egy önzetlen emberről árulkodik. Neked mi a véleménye Gyuri bácsiról magáról? Gyuri bácsi nagyon-nagyon jó volt, őt nagyon sokszor vádolták azzal, hogy a rendszer egyik kitalált figurája, mert hogy akkor még volt Szabad Európa Rádió, és akkor a Cseke László ellen kellett indítani valami hazai embert, aki azért volt odaültetve, hogy itthon is legyenek könnyű zenei műsorok. De a Gyuri bácsinak nem csak ebből áll a tudása és a tehetsége, hogy őt oda tették, hanem ő ténylegesen ismert nagyon sok popzenét, nagyon sok rockzenét. Igaz, hogy nagyon sok emberrel dolgoztatott és dolgozott együtt ahhoz, hogy ezek a műsorok kerek egészek legyenek, de többek között a Bétót is nála kezdte. És a Bétótnak is tőle indult el a rádiós karrierje, amit a Laci a mai napig büszkén emleget, pedig már 73 éves. Tudom, hogy édesanyád nagyon meghatározó személyiség volt életed folyamán végig. Mit szólt hozzá? Nem mondta, hogy inkább valami rendes szakmát kéne tanulni, fiam? Hát ez végül is nem maradt el. A rendes szakma az megvan a tanári diploma Magyar Történelem szakon. Hát Kérdés, hogy mennyire rendes, de ő inkább, ő, hogy mondjam, ő, ő sokkal nyughatatlanabb volt, mint én, mert amikor én elvégeztem a főiskolát és diplomáztam, de még a Magyar Rádióban is diplomáztam, két diplomát csináltam egyszerre, akkor mondta, hogy ez mind szép és jó, most akkor menjél el még egy egyetemre is, és a következő öt évben még az egyetemet is végezd el, mert hogy egyetemi diplomát például még nincs. És akkor úgy elgondolkodtam rajta, hogy ennek sosem lesz vége, aztán végül is egyetemre nem mentem el és azt nem végeztem el, mint ahogy a diplomámat sem nagyon hasznosítottam, mert hogy akkor már évek óta rádióztam, és hát dolgoztam. Azt hasznosítottam, amit a rádióban megtanultam. De egyébként a kérdése visszatérve, a szülők mindkettő nagyon domináns volt, mert az én apukám az, hát tulajdonképpen ezt a zenei vonalat, ezt inkább neki köszönhetem, mert ő volt az, aki minden lemezt, a igaz, hogy szalagos magnó formájában, de minden slágert megszerzett, ami akkor egyáltalán divat volt évtizedeken keresztül, és ehhez ugye azért tudni kell, hogy a vasfüggöny mögött annyira nem lehetett megszerezni ezeket a slágereket, mint ahogy mondjuk manapság, nem tudom hány évtizede. De neki mégis minden megvolt, és fejből nyomta az összes magyar és külföldi előadót, hát persze voltak korszakok, amiben mindenki ismeri a neveket, mondjuk a 60-as évekből a beat korszak, a 70-es évekből a rock korszak, vagy aztán a diszkó korszak, de apu zseniális volt ilyen szempontból, és ezt a muzikalitást ezt neki köszönhetem. Anyu más fajta volt, anyu, anyu, inkább mindig az élet. És hogy, és hogy a jéghátán is éj meg fiam, és, és mindig legyél szilárd, és eltökélt, és férfi, és vedd komolyan az életet. Elhangzott, hogy a Magyar Rádióban kezdtél, ami tényleg egy szenzációs dolog, hiszen itt azt kell mondani, hogy a ranglétát azt kihagytad. <laughs> Mind, mindjárt a közepében. Hát nem volt más akkor. Nem nem nagyon lehetett máshol kezdeni, mert hogy akkor még a Magyar Rádió ö, része volt a Danubius Rádió is. Tehát egyetlen kereskedelmi rádió létezett az országban, hiszen a Juventus csak 93-tól indul el, ráadásul akkor még egy ilyen siófoki kis stúdióból, középhullámon, és később kerül egyik pillanatról a másikra, ultrarövid hullámra. Tehát ö, Magyar Rádió volt, Danubius Rádió volt. És persze mindenki a Danubiusba szeretett volna bekerülni, hiszen az volt Magyarország első országos kereskedelmi rádiója szakma fellegvára. Én a komjátinál kezdtem, ami azt gondolom, hogy nem is rossz indítás, és egy év múlva 1991-ben kerültem be a Danubiusba. Hát az megint egy olyan mérföldkő volt, ami mai észszel megint elmondhatatlan. Ott hogy mit csináltál? Műsorvezető voltam, szerkesztő műsorvezető. Azon kevesek közé tartozol, aki mikrofon engedéllyel rendelkezik ehhez, hogy, hogy tudtál hozzájutni? Hát bementem és adtak. <laughs> Ennyire nem lehetett egyszerű. Nem, nem volt az. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy szerencse az, hogy a 90-es évek közepéig, talán tévedek, és, és talán a végéig volt még ez a hullám a magyar rádióban, hogy egyrészt időről időre indítottak képzéseket, retorikai kommunikációs képzéseket, másrészt pedig ezt honorálták különböző engedélyekkel, nem mindenkinek, csak aki végcsinálta a tanfolyamot és sikeresen vizsgázott. Tehát ez gyakorlatilag egy mini iskolának volt tekinthető. Akkor még volt bemondó képzés, volt műsorvezető képzés és egyáltalán volt egy olyan magyar rádió által elindított képzés, amiben azt mondták, hogy itt a retorikából és kommunikációból kiművelt emberfők legyenek, akik potenciálisan majd a magyar rádióban dolgoznak. A... Tényleg nem tudom, hogy mikor szünt meg ez a rendszer, de nem is ez az érdekes, hanem 1993 körül talán már nagyon kevesen emlékeznek rá, média háború is volt Magyarországon, ezt, hogyha valaki ezt a fogalmat csak fogalomként ismeri, akkor olvasson utána, hogy ez egészen pontosan mi volt. Itt ugye arról volt szó, hogy külön volt a televíziónak elnöke, külön volt a rádiónak elnöke, már akkor bele akartak szólni különböző politikai pártok, hogy akkor a, a, a kormánypártoknak vagy az ellenzéknek lemegye különböző híradása, a, hogyan, milyen arányban szólalnak meg, egy picit zűrzavaros korszak volt az, Viszont ö, ilyen szempontból a, a, a képzéseket érdekes módon nem akarták elvetni. Tehát maga a szakmai képzés az, a, az teljesen ö, normális mederben folyt. És én jelentkeztem egy ilyenre, elvégeztem, majd a végén sikeresen vizsgáztam, és magam is meglepődtem, hogy az akkori viszonyok között a legmagasabb kategóriájú képesítést kaptam. Tehát én 1993-ban lehettem volna magyar rádiónak bemondója aztán nem lettem. Egyébként, hogy a kísérletek mennyire folytak országosan, 93-ban jelentek meg az első idéglenes engedélyek, Székesfehérváron is működött kettő olyan rádió, amely hat napra kapott működési engedélyt, ami már mutatta, hogy itt valami elindul, és elindulnak a vidéki rádiók, amelyekben aztán később te is dolgoztál. Ez azért meglepő, mert inkább az az út, hogy az emberek a vidéki rádiókból szeretnének a nagy országos rádióba bekerülni, de viszont felvállaltál több vidéki rádiót is. Miért? Hát tényleg az a jó válasz erre, hogy így hozta az élet, mert hogy én dolgoztam Budapesten is kisebb kaliberű rádiókban. Én azt gondolom, hogy akkor volt egyébként is egy ilyen hullám, hogy. Orsz, tehát ez egy pici ország. Országos médiumból mindig nagyon kevés van. És amikor ez a 90-es években elindult, ez az úgynevezett média pluralizáció, ez egy annyira szép szó. Soha nem tudtam a jelentését, de mindenki így nevezi, aki, aki egyáltalán ennek a szakmának a történetével foglalkozik. Egyébként már lehetne erről könyveket írni hiszen 30 év van mögöttünk ugye, a, a rendszerváltás után. És ez ahogy te is mondod, 93-94-től elindult, és volt ennek egy aranykora, ez egészen pontosan a 90-es évek vége, és nagyjából 2009-ig tartott. Például a rádiózás aranykora Magyarországon. Aztán különböző tényezők befolyásolták ezt, például gazdasági válság is. Tehát én azért nagyon-nagyon hiszek benne, hogy majd nem tudom hány év múlva megint jön majd például a rádiózásnak egy aranykora, de az kétségtelen tény, hogy volt. És miután a, a vidéki rádiózás például 94 körül elindult, akár itt Székesfehérváron is, azokban az években, mondjuk a 90-es évek végéig kiforta magát több olyan városi rádió, ami nagyon jelentős lett például a 2000-es évek első éveiben. Na de ez egy folyamat. Ki kellett, hogy forja magát technikailag, emberileg, gazdaságilag, pénzügyileg, és egyszer csak Székesfehérváron találtam magam az akkori egyik rádiónak a vezetője meghívására, ahol én reklámokat kezdtem elmondani, reklám hangként szerepeltem, és hát persze, akkor egyszer csak megkérdezte, hogy akarok-e műsort vezetni. Akartam. Akkor még azt hiszem minden második nap, vagy minden harmadik nap, hiszen ez az úgynevezett amerikai rendszer, ez a sávos műsorvezetés, hogy mindig ugyanaz a hang van reggel, délben, este, ez még nem is volt divat. Aztán ez szintén divatba jött, és akkor egyszer csak azon vettem észre magam, hogy már minden nap dolgozom, aztán azon vettem észre magam, hogy itt is élek. Nem, hogy ide költöztél Székesfehérvárra, székes és, és ha jól tudom, igen. a legszebb emlékeid kötődnek a városhoz. E, igen, szeretem Székesfehérvárt a mai napig, nagyon gyakran visszajárok, mert hogy ugye ezek az évek nem múltak el nyomtalanul, rengeteg a barát, rengeteg a kapcsolat, mindig van valami elintézni való. Én budapesti gyerek vagyok, születésem... Mm, kötődően, aztán nyilván a szocializációs közegek, ahol óvodába jársz, iskolába jársz, felcseperedsz, élsz, dolgozol, ez az elsődleges közeg, de aztán nekem gyökeresen megváltozott az életem a 90-es évek végén, és soha nem gondoltam volna, hogy majdnem úgy volt, hogy végleg itt telepedek le. Ennek teljesen más befolyásoló tényezői voltak a családban. Szinte minden évben meghalt valaki a 2000-es évek közepe elmúltával, és akkor én egyszer csak elmentem innen, mert akkor úgy éreztem, hogy nekem megint Budapest felé kell mennem. És hát ezt egyelőre még nem bántam meg aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Életrajzodból kiderül, hogy többször voltál vezetőállásban. Ilyenkor mindig az a gond, hogy ha valaki nagyon szereti a munkáját, és vezető lesz belőle, pont a munkáját veszíti el, mert sokkal kevesebb ideje marad veled. És így volt, tudtál rádiózni közben, vagy inkább a vezetéssel kellett foglalkozni? Hát ez szerintem ilyen szerelem dolog szintén, mert hogyha az ember jól végzi a munkáját, akkor egy idő után adott médium tulajdonosa megtalálja azzal, hogy vezetnie Na most erről azért tudni kell, és most tényleg nagyon őszinte leszek hozzád, bár nagyon régóta ismerjük egymást, ezt az oldalamat szerintem te sem ismered, hogy én soha nem akartam vezető lenni, ezt valahogy mindig, mindig hozta az élet. És egészen, azért, egészen pontosan azért nem akartam vezető lenni, mert én tudom magamról, hogy én nem vagyok jó vezető. A szónak abban az értelmében, hogy én kibírhatatlan vagyok, én maximalista vagyok én undok vagyok, én, 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 nem vagyok egy... Tehát a, a, azt ma mai napig írják rólam, legutoljára az egyik közös ismerősünk is szintén írta az egyik közösségi oldalon, szerintem olvastat, hogy nem vagyok egy könnyű ember. És az ilyen nem könnyű ember az inkább végezze a dolgát, ne irányítson másokat, mert hogy nagyon hamar megutálják, és ez nem jó, ha engem utálják. Ez senkinek se jó, hogyha utálják. De nyilván érted a sorok között, hogy mit akarok ezzel mondani. Vezetőként nem tudsz nem tudsz jó fej és nem tudsz barátságos lenni. Tehát, hogyha te mindenkinek a barátja vagy, akkor nem vagy jó vezető. Ha te jó vezető vagy, akkor sajnos ők nem a barátaid, hanem a. Nem akarom azt a szót használni, hogy beosztottjaid, de de, de valamiért, ugye te mondod meg a tutit és azt most akkor vagy elfogadják, vagy nem fogadják el. Tehát sosem tudsz ebből a dologból jól kijönni. Így aztán én például ezekben az években, nem tudom hány éve nem vagyok vezető, örülök, hogy nem vagyok vezető. Egyébként most egy újabb ellentmondást mutattál be nekünk, hiszen aki most hallgat téged az országos rádióba, jól ismert országos rádióba, és nem ismert téged, az azt hiszi, hogy egy végtelenül kedves emberről van szó. Pedig nem. Az, hogy mi tudjuk, az egy dolog. Ezt csinálod, vagy ott elfelejted azt, hogy esetleg nem vagy egy egyszerű eset? Én azt gondolom, hogy, hogy én alapvetően kedves ember vagyok, csak, csak én szerintem olyan típusú ember vagyok, hogy sok az a páncél, amit le kell hámozni. És ehhez bizonyos embereknek az életemben volt türelme, meg bizonyos embereknek nem. És itt megint a nagy számok törvénye uralkodik, hogy a legtöbb embernek nyilván nincs türelme ezeket a páncélokat lefejtegetni vagy lecsavarozni, és akkor ők föladják, és azt mondják, hogy hát ez olyan. Aztán aki meg levette a páncélt, akinek meg sikerült, az rájött, hogy hát ez mégsem olyan. Akkor mindenki döntse el saját maga, hogy Izgalmas témákat tudunk felhozni, de azt vállaltuk, hogy a portrédat mutatjuk be a nézőknek, így aztán egy újabb ponthoz kell visszatérjek az életedbe, amikor is a bumeránk helyére kerültél. Elképesztő kihívás és bátorság. Igen, a... ennek most már 8 éve és a mai napig kapok érte. Hogy bevállaltad? Igen. Igen, az egy elég zűrzavaros helyzet volt, mert hogy ott is különböző külső tényezők rányomták a bélyegét egy országos kereskedelmi rádió működésére, majd aztán ilyen-olyan okok miatt egy komplet stáb, ami példátlan volt Magyarországon felállt, és engem meg teljesen váratlanul felkértek egy munkára, mint ahogy másokat is, és ezt, mint utólag kiderült, a szakma fele nem vette jó néven. én, én nekem nincs ezzel kapcsolatban ellenérzésem, vagy én nem neheztelek másokra, én legfeljebb azokra neheztelhetek, akik akkor tulajdonolták azt a médiumot, mert hogy én láttam azokat a hibákat, amivel esetlegesen a sárból ki lehetett volna ezt rántani. Nem az előző, hanem akik már átvették, akiknek én is dolgoztam. De aztán végül is a, a legnagyobbak játszmájába én nem láttam bele, hogy ott milyen tényezők vezettek az igazi bukáshoz. Tény, hogy nem lehetett ott már három 4 hónap alatt semmit helyrehozni, megpróbáltuk a lehetetlent. Egy nagyon jó kihívás volt egyébként. Azt hiszem, hogy az ilyen pofonokból bár ott igazából nem kaptam pofonokat, de inkább akkor úgy fogalmazok, hogy az ilyen kihívásokból tanul a legtöbbet az ember az életében. Tehát nagyon jó tanuló lecke az mindenféle értelemben. Hogy lehet bocskorék után megszólalni egy műsorba? Tehát mi volt a, a, a koncepció? Hogy hogy induljál el, hogy ne legyen másolás, vagy, vagy ne legyen nagyon más. Mi volt a cél? Én azt gondolom, hogy arra egy recept van, nem csak a, a, Bocskor Gáborékról van szó, hanem egyáltalán, hogyha valaki átvesz valamit, a, hozok egy párhuzamos példát is érteni fogod, az Árkus Józsefnek ugye Magyarország egyik legismertebb műsora volt évtizedekig a Parabola című műsor. És amikor az Árkus József megbetegedett, aztán meg is halt, akkor a Parabolát szerették volna újraéleszteni, és a Nádas Gyurival sikerült ezt újraéleszteni, és egyszer nekem személyesen mesélte a Nádas Gyuri, hogy ő homlok egyenes más szeretett volna csinálni, holott nem lehetett, mert ez egy kabaré szórakoztató nevettető műfaj volt, tehát neki is bele kellett állni abba, hogy, hogy ugyanazt a szellemiséget vigye tovább, azonnal ki is nyírta magát ezzel. Na itt a válasz a kérdésedre hogyha valaki Magyarország legnépszerűbb, vagy akár évtizedekig legnépszerűbb műsora után szeretne ugyanabban az idősávban csinálni valamit, csináljon homlok egyenes mást. Különben kinyírja magát. És mi azért tudtunk a felszínen maradni, mert én elmondtam a tulajdonosoknak, hogy véletlenül se csináljunk olyan beszélgetős műsort reggel, olyan hangvételben, olyan... Tehát azért azt tudni kell ezekről a műsorokról, hogy mindenkinek le van osztva a szerep. Ki mit mond, ki milyen személyiséget hoz, ki milyen hangvételt hoz ezekben a műsorokban. Tehát ezek mögött iszonyú kemény munka van, hogy egy reggeli műsor, egy reggeli rádió műsor úgy álljon össze. Balázséknál is, Bocskor Gáboréknál is mindig iszonyú kemény munka van benne, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Ez nem úgy van, hogy beülünk reggel fél hatkor, hat órakor lemennek a hírek, és az első megszólalásnál mindenki mond valamit. Nem. Ez előre ki van találva, hogy mikor, ki mit mond, különben elúszik az egész műsor. És azért négy órán keresztül ott agyban ott lenni, iszonyú kihívás. Tehát nekik, ha van egy receptjük, akkor ha te a helyükre kerülsz, ez se jó szó, mert nem a helyükre kerülsz, hanem ugyanabba az idősávban egy teljesen más tulajdonosi körnek vagy a megbízottja, homlok egyenest más csinálsz, és akkor vagy jó. Mert akkor nem sütik rád azt a bélyeget, hogy utánoztad, megpróbáltad, belebuktál, és így tovább, és így tovább. Mert ha tényleg megpróbálod, akkor belebuksz. Mert, mert az nem lehetsz, ő nem lehetsz, te te vagy. Már csak egy búcsú kérdés marad. Ugye egy fiatal rádiós, hogyha a te nevet hallja, akkor azt mondja, hogy többször megjártad a csúcsot, most is ott vagy. Mi a terved? Mit szeretnél még elérni? Hát rossz hírem van a csúcsról, mindig csak lefe lefelé vezető utak vannak. <laughs> <laughs> Úgyhogy úgy, vagy a csúcson kell maradni, vagy el kell fogadni, hogy a csúcsról mindig csak lefelé vezető utak vannak. Tehát, hogyha valaki megmászta a himoláját, akkor onnan már csak lefelé tud jönni a hóviharban. Úgyhogy. Nincs jó tanácsom. Én ebben sosem voltam jó, mert hogy mindig a magam útját jártam, ha kidobtak az ablakon, akkor bemásztam az ajtón, vagy fordítva. Nagyon sokszor megkérdezték már ezt, és az a baj, hogy ilyenkor mindig azért érzem kényelmetlenül magam, mert ennyi szakmai tapasztalattal a hátam mögött tényleg kéne tudni mondani valami okosat. De akkor vagyok a leghitelesebb, ha azt mondom, hogy nem tudok okosat mondani. Én, amit elértem, azt én azt gondolom, hogy a a tudásomnak és a tanulásomnak köszönhetem. Bármilyen pici vagy bármilyen sok legyen az, mielőtt valaki félreérti. Tehát bármit is értem el az életben, azt azért értem el, mert tettem érte, mert tanultam érte. Ez, ez, a, ez a legjobb válasz, amit erre a kérdésre adni tudok. Tehát úgy érzed, hogy te most jó helyen vagy? Azt nem tudom, azt majd mások megítélik. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is. Kedves nézőink, Klamancsek Krisztiánnal beszélgettünk az elmúlt 25 percben, remélem önök is jól érezték magukat. Viszontlátásra.